Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hullander vagyok, és ma ismételten Cities Skylines-ozni fogunk, egy új nap virrat felrel, szépen a lámpák az előző részhez hasonlóan le is kapcsolódnak, és egy kicsit izgulok, ugyanis nem tudom már, hogy jól hagytuk abba az előző részben, az előző részt egyébként tegnap vettem föl, ma vasárnap van, reggel 12 óra hajnalban, és tegnap este vettem fel az előző részt, és már kicsit fáradt voltam ahhoz, hogy tudjam, hogy hol tartunk. Minden esetre ez a szemetes például itt megtelt, úgyhogy ezt itt meg is próbáljuk kiüríteni, amik pedig ürülnek, az pedig megszakítjuk az ürülésüket nekik, és akkor megpróbáljuk őket vissza. Hoppá, és itt van egy temető, amelyik teli van. Aha. Jó, van itt egy temető, ami egyrésztről teli van, másrésztről meg building is set to empty, it's content and therefore... Ja, jó, ürül, tehát nem dolgozik, jó, oké, ez itt világos, és te pedig itt kiürültél, úgyhogy te pedig normálisan üzemeledsz, úgyhogy elméletileg ezzel most akkor már nincsen probléma. Nem értem egyébként, hogy ezeken a részeken miért égnek ennyire az épületek, miért lehet ennyire égő ezen a helyen lakni, pedig ugye itt a tűzoltósággal való lefedettség, ez olyan hatalmas nagy, és nézzétek meg, az az épület, az a kettő ház ott valami miatt, meg az az egy, azokra ott valami miatt nem jut tűzoltóság, amit fogalmam nincsen, hogy miatt, na mindegy. Az a lényeg, hogy egyébként jól állunk szerintem tűzoltósággal. Ugye ami az előző részben nagy probléma volt, az ez a rémálom itt, ebben a térségben. Úgyhogy ezzel kellene majd valamit megpróbálni kezdeni, amit egyelőre még nem tudom, hogy mit lehet, hogy itt a... Lehet, hogy megpróbálkozunk egy olyannal, hogy itt az egész úthálózatot, mivel nem tudom azt, hogy a játéknál hogy működik az úthálózatnak a... Vagyis hogy találják az utakat az autók, ezért egy pár utcát megpróbálok így egy kicsikét kiszélesíteni. Nézzük csak, hogy ezt itt tudjuk-e, az ott valami miatt nem tudjuk, oda valami épület van ide leépítve. Nézzük csak, hogy milyen épület lehet ide leépítve, ami miatt nem tudunk. Érdekes, lehet, hogy az égő épület miatt nem tudunk ide lerakni semmit, szerintem. Szerintem ez lehet itt a probléma, úgyhogy megvárjuk, amíg ez az épület itt leég, és vagy eloltják, tök mindegy, így is úgyis ugyanarra sorsa kerül, bele lesz bontva, és akkor majd, oké, na és akkor nézzük meg, hogy és most tudjuk-e fejleszteni, igen, most viszont már tudjuk fejleszteni, jó, akkor fejleszt, és végül fejleszt, jó, és a maradékokat pedig ugye ezzel a ecset eszközzel pedig beszínezzük, amiket itt szétkókányoltunk, és akkor elméletileg itt minden rendicsek lesz. Úgyhogy remélem azt, hogy mivel itt most szélesebbek az utak, ezért az autók jobban a mesterséges intelligencia fogja használni ezeket az utakat, és ezeket a szélesebb kétsávos utakat, és nem csak ezeket ezt a pár utat, amelyik így volt kétsávos, kétszer kétsávos, nagyon remélem legalábbis. Jó, még mindig egy csomó lángoló épület van, és itt hiába oltják a tűzoltók, eléggé sok energiákat elveszít az épületeknek a oltása, még mindig. Mi ez az ikon egyébként? Mi ez az ikon? Not in a bias. Aha, nincsen elég vásárló a termékek iránt, tehát tényleg szükségünk lenne a boltokra. Tehát építenünk kellene egy bolt övezetet. Kérdés viszont, hogy hova szeretnénk építeni ezt a bolt övezetet, és hogy lenne neki értelme. Ugye elméletileg ugye alapból ide terveztünk egy repülőteret, viszont jó ötlet lehet-e ide egy repülőtér, vagy inkább építenünk kellene ide egy nagy bolt övezetet, egy ilyen bevásárlóközpont övezetszerűséget. Ugye a bevásárlóközpont övezetszerűség mellett ezen a területen az szól, hogy ugye itt van egy csomó ember, csomó autó, csomó mindenki, akik valószínűleg kijönnének ide vásárolni, szerintem. Ugye, hogyha itt repülőtér lenne, akkor valahova a legközelebb olyan helyre, ahova tudunk építeni, tehát technikailag ide kellene elrakni a bevásárlóközpont negyedet erre a szigetre, ami viszont azt jelenti, hogy itt egy ilyen nagy összeköttetést kellene létrehozni, egy ilyen közvetlen útat kellene itt megépíteni a víz fölött, ami viszont annyira nem biztos, hogy jó ötlet lenne, úgyhogy bár lehet, hogy ezt majd így is úgy is meg kell csinálni, de egyelőre ez még szerintem túl nagy projekt, még nem szeretnék egy új szigetet kezdeni, épp elég lenne ezt a
kettőt is teljes egészében befejezni, úgyhogy szerintem az lesz, hogy majd most ide fogunk rakni bevásárlóközpontokat. Nézzük már meg, hogy éjszaka leesik-e az áramtermelésünk, nem esik le az áramtermelésünk, viszont nagyon érdekes, hogy valamivel probléma van, mert itt most úgy leesett már megint a jövedelmünk, ahogy beköszöntött az éjszaka, hogy az valami borzasztó, hogy fogalma nincsen, hogy ennek mi lehet az oka. Minden esetre, ja igen, itt ugye próbáltunk itt valamelyik részben próbáltuk emelni itt a földeknek az értékét ezen a környéken, ami hát úgy nagyjából sikerült, annyira hatalmas mértékben nem, és nézzétek meg, most meg visszajött a pénz, úgyhogy érdekes ez a kis ingadozás. Vajon kapnánk-e akkor pénzt, hogyha nuclear plant, cargo hub, unique buildings. Igen, azt nézem, hogy mikor kapjuk, de valószínűleg itt 34 ezernél kapjuk a következő pénz jutalmunkat, hogyha azt a mennyiségű populációt elértük, ami azért még elég messzi van. Igen, és megint megjelenik az igény munkahelyekre is, sőt, most munkahelyre nagyobb igény van, mint boltokra, úgyhogy szerintem itt most eljött az idő arra, hogy bemenjünk egy ilyen utcanézetbe, és megpróbáljuk azt megtervezni, hogy mi legyen ennek a városrésznek a jövője. Talán tudnánk még ezeket a területeket egy kicsit nagyobb kihasználtsággal üzemeltetni, ami nem biztos amúgy, hogy egy rossz ötlet lenne. Úgyhogy szerintem próbáljuk meg most ezt. Ezt hogy próbáljuk meg? Úgy próbáljuk meg, hogy ugye itt van ez a kereszteződés, amelyik becsatlakozik ide. Jó, és ezt most nem nagyon szeretném túlságosan így flick-flakkolni, hanem szimplán építünk csak így körbe egy ilyen kisebb utat. Igen, és azért építünk, hogy egy ilyen kisebb utat, mert itt ezeket a ilyen naperőműveket, meg az ilyen-olyan dolgokat itt ugye most, ahogy látjátok is, ezeket azért ki kell itt nekünk kerülgetni. Tehát ide úgy kell építeni az utat, hogy esetleg egy bővítésre legyen lehetőség, de ugyanakkor el is férjen az út az ilyen szűkös helyeken. Úgyhogy így, és utána pedig visszakanyarodik az út. Nem akarok túlságosan sok útkereszteződést ide, úgyhogy lehet, hogy mondjuk ide kellene, hogy visszakanyarodjon az útnak, és akkor utána itt majd el tudnak menni vagy jobbra, vagy balra, és remélhetőleg akkor nem ez a terület fog bedugulni. Jó, és mivel ugye ide most óriási mennyiségben kell ipar, ezért óriási mennyiségben telepítünk le ide szépen ipart. Ide az egész, hát nem tudom, hogy az egész területre telepítsünk-e ipart, vagy ne. Lehet, hogy meg kellene próbálnunk az egész területre, ami egyébként egy óriási nagy munkaerőhiányt fog majd nem sokára eredményezni itt a kisvárosunkban, úgyhogy oppá, stopp, idő állj, mert itt majd víz is kell az embereknek. Szóval egy óriási nagy munkaerő hiányt fog majd eredményezni, amivel egyenlőre még nem tudom, hogy fogunk boldogulni, illetve mit fogunk tenni ez ellen, viszont egyenlőre legyen az a fő fókuszunk, hogy ezeket itt megépítjük, és gyorsan akkor közművesíteni is kellene őket, ami egyébként azt jelenti csak, hogy be kellene vezetni a sima vizet szeretnénk nekik bevezetni. Nem, mert ugye ezeknek szükségük volt a fűtésre is, úgyhogy akkor vezessük be nekik rendesen a vizet. Hogy örüljenek így, végig víz, el is fog menni most körülbelül az összes pénzem arra, hogy bevizezünk itt mindent. Okay, és ez meg mehet oda bele. Jó, és akkor így van vízük, amit még ugye nyilván a könnyebb elérhetőség, vagy a jobb elérhetőség érdekében megvalósítani szükségeltetik, az mondjuk ennek az útnak az átkötése. Itt talán befér egy út, itt sajnál nem fér be egy út, de akkor mondjuk itt egy útnak az átkötése, itt egy útnak az átkötése, ide is rakjunk be egy utat, illetve mondjuk rakjunk ide is egy utat, így, és akkor most viszont már nincsen akkora nagy szükség ipari létesítményekre, hanem újra szükségünk van boltokra.
Jó, úthálózat az úgy tűnik, hogy nézzük. Oké, úthálózat az nagyjából tartja magát. Egy kicsit, mint hogyha ezek az utak változást hoztak volna, ezeknek az utaknak a kibővítése, hogyha megnézitek, akkor azért látszik, hogy ezek itt azért terhelés alá bekerültek, ami azért mindenféleképpen pozitív dolog. Na mindegy, szóval boltok. Jó, én akkor is... Vagy mondjuk építsünk ide kívülre egy pár boltot, ide végig, ilyeselem végig egy boltot, ugye itt már vannak az útnak a külső részén épületek, tehát akkor, és ez az út, ez pedig még tartja is magát, úgyhogy szerintem megpróbálhatnánk egy ilyen magas sűrűségű bolt környezetet, tehát egy ilyen bevásárló központ részt, amelyik ugye egy csapással oldja meg azt a problémát, hogy sok boltra lenne szükség, mert a bevásárló központokban nyilván sok bolt fél el, tehát ide így végig létrehozunk, mondjuk idáig a vasúti sínig, létrehozunk egy ilyen csovó nagy boltot, és akkor elméletileg ezek, így is van, ezek szépen itt lecsökkentik a keresletet a boltok iránt, és ugye az innen származó iparcikkek pedig nagyon szépen be tudnak ide jönni, és akkor a kocsik meg elhozzák ide a boltokba, ahol egy picikét azért vannak olyan dolgok, hogy nincsen elég, igen, négy munkahely elérhető, hogy nincsen elég munkaerő, amit pedig majd szintén pótolnunk kellene. Igen, egyenlőre úgy érzem, hogy a kisvároskánk az nem hogy a technológiára hajt rá, így van, megjelenik a nincsen elég munkás, nem a technológiára hajtunk rá, hanem tehát nem az irodai környezet, hanem tényleg a fizikális munkaerő húz bennünket a fejlesztések során, úgyhogy lehet, hogy a Boldog Gyerekek negyede, illetve Budopolis után lehet, hogy még egy olyan területet létre kellene hozni, ahol letiltjuk az oktatást és buta embereket nevelünk direkt. Jó, szerintem erre a részre is lehet, hogy egy lakóövezetet kellene építeni. Igazából nem tudom, hogy mi iránt, lehet, hogy ki kellene várnunk egy kicsit, hogy mi iránt fog megnőni a kereslet, ugye itt az ipari területek azok iránt annyira nem, most hirtelen egyébként így a lakosság, illetve a munkaerő iránt sem, és most elkezdtünk olyan akkora mértékben pénzt termelni, mint a világ, ami szintén nagyon jó, úgyhogy lehet, hogy azt kellene most egyébként csinálni, hogy most, amíg van pénzünk, és várjuk azt, hogy mi fog itt történni, addig nekiállunk és fejlesztünk egy pár metrót. Ami egy jó ötlet lehet, ugye itt metró, ja de várjunk, metró alagutat kellene ásni, amihez még, ja, egy metró állomás kell létrehozni, és akkor tudok metró alagutat is ásni. Na, hogy kellene itt metrót építeni? Ugye, amit jó lenne összekötni, az ugye a Budopolis, a Boldog Gyerekek negyede, illetve a Fekete-sziget. Lehet, hogy meg kellene próbálni egy kicsit más milyen stratégiával, és itt egy ilyen, tehát úgy kellene ezt létrehozni, hogy ésszel, tehát ne metrózzuk be ezt az egész Fekete-szigetet, hanem mondjuk Fekete-szigetnél, mondjuk innen, itt legyen mondjuk egy metróállomás a Fekete-szigeten, legyen mondjuk a Boldog Gyerekek negyedében egy metróállomás, ugye legyen itt a villamosnál, mondjuk legyen mondjuk itt is egy metróállomás ezen a helyen. Jó, aztán legyen egy metróállomás, ez marha sok pénzbe fog egyébként kerülni, legyen egy metróállomás Budopolisnak ezen a felén, legyen egy metróállomás Budopolisnál, hol is van a buszoknak a végállomása? Ja igen, itt van a buszpályaudvar, jó, akkor legyen ugye itt a buszpályaudvarnál is legyen egy buszvégállomás. Jó, és ugye ezek az emberek, ezek ugye itt... nektek itt mi bajotok van? Nincsen elég. Mi nincsen elég? Nincsen elég fűtés. Aha, fűtésre lenne szükség, azt hol is tudjuk? A melegvíznél tudjuk. Aha, nincsen elég fűtés. Jó, viszont nincsen elég pénzünk arra, hogy fűtés legyen. Úgyhogy hát, bocs, srácok, ez van. Majd lesz fűtés, viszont ugye mi most itt a metrónak az építésével eléggé sok pénzt elkínlódtunk. Na, nézzük, menjünk vissza, hol van a tömegközlekedés föl?
Oké, jó, menjünk. Szóval igen. Na, úgyhogy így jó. És akkor most csinálnunk kellene egy olyat, hogy ugye innen elindul egy metróvonal. Buszállomástól kijön ide. Csak ez tényleg rengeteg, iszonyat sok pénz. Kijön ide, onnan átjön, és közel sincsen ennyi pénz, annyibe kerülne, ez 27 ezerbe kerülne egy ilyen. Tehát ugye onnan át kellene, hogy jöjjön a metró ide, de a 27 ezerre nem tudom, hogy milyen gyorsan tudunk majd fölpörögni. Viszont ugye, ami metrót már megépítettünk, az viszont ugye nem árt, hogyha így be van kötve rendesen, csak ugye mondjuk itt akkor legyen így a körforgás, és akkor így legalább majd a metróból már majd el tudunk itt is kezdeni pénzt összeszedni, remélhetőleg majd valahol itt mennie kellene egy metró szerelvénynek, így is van, ott megy is egy metró szerelvény, és a metró szerelvény az pedig itt átér, és az emberek pedig a metróból mindjárt kihányja őket a metró. Na, nézzük, hogy kihányódnak-e. És úgy látszik, hogy nem hányódnak ki, annyian még, de azért egy-ketten kiszállingóznak, úgyhogy, nem ez a fül, hanem ez a fül, úgyhogy itt szállnak be, szállnak ki, oké. Remélhetőleg jó lesz majd itt a metró, és majd a metróból is el tudom kezdeni pénzt szerezni, hogyha a metróra összegyűlik ide a következő pénzösszeg, amiből már ezt a vonalat tudjuk létrehozni, akkor remélhetőleg az még jobban fog egy kicsit majd turbózni. Viszont, ami még ingyen lehet, az egyébként a buszvonalaknak a létrehozása. Úgyhogy szerintem létrehozhatnánk úgy egy buszvonalat, amelyik innen indul. Induljon innen, jöjjön ki ide, és majd erre felé kellene akkor egy buszjáratot létrehozni. Ugye ennek a területnek, ugye itt hosszú távon nyereségesnek kellene lennie, mert itt a épületeknek meg kellene maradniuk itt a Fekete-szigeten, amiket létrehoztunk. Tehát most erre appellálok én legalábbis. Jó, oké, és akkor itt nagyjából mondjuk minden ház tömnél meg kellene, hogy álljon a busz. Oké, átjövünk, nem? Itt miért nem akarsz bejönni? Vagy ez itt egy irányú utat építettem véletlenül ide? Építettem egy irányú utat, hát itt közlekedik a... Na jó, mindegy, oda valószínűleg oda lehet, hogy véletlenül egy irányú utat építettem. Mindegy, akkor viszont a következő megálló itt lesz, és aztán bejövünk. Aha, és úgy látom, hogy itt is valami egyirányúság zajlik. Jó, akkor viszont megállót építünk ide, és szépen így ilyen kígyózásban szépen itt végig építjük a buszoknak a megállóit, hogy mindenki el tudjon nagyjából jutni mindenhova, ahova el szeretne jutni. Minden olyan ilyen gyár épülethez ide, és ugye nyilván ez remélhetőleg le fogja venni a forgalmat majd tényleg és a pénzünk az pedig megint elkezdett szaporodni, ami tök jó, most már tényleg tök jól tudunk majd akkor metrót építeni, szóval ez akkor remélhetőleg le fogja majd venni a forgalmat úgy nagyjából itt a környező utaknak a válláról. Én legalábbis ebben tényleg őszintén reménykedek, mert rossz lenne, hogyha ez az ötlet ez kudarcba fulladna. Oké, jó, és akkor innentől te pedig mondjuk megálló nélkül. Bár mondjuk akár még lehetne. Ja igen, csak ezen az oldalon hülyén jön neki a megálló. Jó, akkor megállók nélkül ide vissza tudsz venni saját magadba inni. Jó, és akkor remélhetőleg itt majd a buszos tömegközlekedés hozni fog némi ember mennyiséget, ami tök jó lenne, és hogyha megnézitek, akkor melyik a metró? Ez a metró? Igen, ez a metró a harmadik, tehát a metró már rögtön megelőzte a vonatnak a mennyiségét, illetve a busznak a számát is. Mondjuk ugye, hogyha ide építünk egy metrót, akkor lényegében elkezd fölöslegessé válni a vonat. Fú,
de sok vasúti szerelvény jár kell itt, szóval akkor egy picit elkezd fölöslegessé válni a vonat, viszont mondjuk a vonat az behozza a Fekete-szigetnek az északi részére az embereket, a busz meg behozza a déli részére az embereket. Viszont várjunk csak! Ide is kellene, ide, és hogyha ide is rakunk viszont egy metrót, igen, ezt így kell megcsinálni, tehát oda is rakunk egy metrót, a innen a metróvonalat kihúzzuk szépen, kiíveljük ide, vagy nem is ide, hanem kiíveljük ide, a vasútig. Ugye akinek a metró a jobb, az metróval megy, akinek a vasúta jobb, az vasúttal megy, és utána kihozzuk a metrót, átdobjuk ide, majd aztán utána a metrót ezen az úton visszavezetjük föl ide, csak ehhez meg már 37 ezerre lenne szükség. Aha, és építenünk kell, mindenféleképpen építenünk kell valamilyen új kis városkaszerűséget, mert ez így egyáltalán nem jó, hogy most már mindjárt maximálisra felmegy a igény a vackok iránt. Oké, húzzuk a, elméletileg, hogyha húzunk a vonalon, akkor megállót tudunk hozzáadni. Nézzük csak, mondjuk így, nem jó? Jó, akkor menjünk csak a metróra. Stop, metróvonal, kitörlés, metróvonal, kitörlés, igen. Jó, és akkor tehát az a metróvonalnak most az a legújabb mániája, hogy innen jön el ide, innen pedig lejön ide a vonatig, a vonattól pedig lejön egészen idáig, majd aztán ugyanezen az útvonalon szépen vissza megyünk, és akkor majd ugye a legvégén fogjuk majd bekötni a utopaliszt. Vagy lehet, hogy nem is egy kört kellene csinálni, hanem innen átjön ide, persze, hát ez így lenne a leglogikusabb. Ami úgy lenne a leglogikusabb, hogy ezeket itt elvesszük. Meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, így. Jó, és akkor úgy építjük meg a megállót, hogy ide jön ki a metró, majd aztán innen itt, nem csak itt, meg már foglalt a hely. Aha. Jó, akkor viszont így jön a metró, és onnan pedig becsatlak, átjön majd ide. Aha, jó, oké, és akkor így még a autókkal sem ütközünk. Ops, onnan pedig kitöröltem véletlenül egy vasúti sínt. Hol van a vasút? Vasút, vasút, vasút. Oké, metró, 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 és metró. Oké, és akkor így most, ugye még elég pénzünk is van arra, hogy a, ops, metróvonalat kitöröljük, jó. Oké, és akkor még pont maradt pénzünk arra, hogy egy megálló, két megálló, három megálló, négy megálló, öt megálló, hat, hét, nyolc, és kilenc. Ígyni. Oké, szóval most van akkor egy nagy keresztbe egy átlós metróhálózat, amiről sokat beszéltetek, hogy legyen egy ilyen metróhálózat, ami most akkor ezáltal létre is jött. Amit még akkor még meg kellene csinálni, hogyha már ugye ide metrót építettünk, ugye így kijön egy buszhálózat, amelyik a erről a felső sziget részről átjön a Boldog Gyerekek negyed. De basszus, ezt meg elfelejtettem ide bekötni. Jó, akkor ezzel a metróval itt jelenleg most nem foglalkozunk. Ezt kitöröljük, ne vegye el a pénzünket, mert amit szeretnék az, hogy buszok, igen, buszok, és akkor csinálnunk kellene egy olyan busz hálózatrendszer, amelyik elindul innen. Ops, de ezzel csak új busz vackot, buszvonalat adtunk hozzá. Szóval, amelyik elindul innen, és bejárja ezeket a területeket, amiket emberek laknak. Szépen, és ugye ezzel remélhetőleg a leterheltséget levesszük ezekről a kisebb utakról, meg remélhetőleg a nagyobbakról is, nem lesz annyi autó.
És ugye nyilván ez pedig majd azt jelenti, hogy tök jó, mert akkor az emberek el tudnak szépen menni munkába. Sőt, hogyha még bekapcsoljuk ezeket a bolti területeket is, az ugye meg még jobban azt jelenti, hogy ezzel a belső úthálózattól a terreltséget szépen levesszük annak rendje és módja szerint, és akkor az emberek nem fogják annyira nagy mértékben használni itt a útjainkat, hanem használni fogják a tömegközlekedést, és elméletileg, hogyha a tömegközlekedést használják az emberek, akkor érezhetően kisebb lesz a forgalom a városon belül, amit majd így visszafordítjuk, és ide pedig visszakötjük. Szóval, amit meg majd meglátunk, kíváncsi vagyok. Oké, minden esetre úgy tűnik, hogy a busz itt a legjövedelmezőbb dolog. Igen, itt nagyon csődbe megy minden, mert tényleg nagyon nagy szükség lenne munkásokra, annak ellenére viszont profitot termelünk, és valami miatt itt most már akkora nagy dugó alakult ki. Szerintem mindenki szeretne átjönni erre az útra, úgyhogy lehet, hogy az lesz majd itt a következő részben, sőt lehet, hogy még nagyon gyorsan még ebben a részben is megpróbálhatjuk, amennyiben kapásból sikerül. Építünk egy nagyon-nagyon rusnya dolgot, és most eleve bocsánatot kérek mindenkitől, akinek itt az épületeit el fogjuk túrni, de ez egy felsőbb jó érdekében fog véghez menni, és ez pedig ez. Tehát, aki ugye innen szeretne fölmenni ide, az annak most nem kellene akkor bedugítani ezt a nagy útkereszteződést, hanem szimplán csak ezen az úton végig tudna menni, és akkor itt reméletőleg nem lesz akkora dugó. Majd megnézzük itt a következő részben, hogy működik-e, mert egyelőre nem nagyon tűnik úgy, mint ami működik, sajnos, viszont hát majd meglátjuk, és majd imádkozunk, hogy hátha, illetve itt is kezd már egy kicsit dugó kialakulni. Jó van, én akkor viszont most megyek, köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, találkozunk legközelebb, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket a feliratkozáshoz, a következő rész, ez az előző rész, ez a sorozatnak a lejátszási listája, az valamint a további sorozatokhoz is, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, búcsúzom tőletek, én Hunander voltam, sziasztok!